Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 9 területi diáksportbizottságon keresztül mintegy 11 ezer fiatal kapcsolódik a diák olimpiai rendszerhez. Az elmúlt tanévben 15 sportágban hirdettek versenyt, a legjobbak pedig eljutottak az országos döntőkig. Ott 16 arany, 19 ezüst és 12 bronzérmet nyertek a megyebeli fiatalok, és ez az eredmény az országos ranglista 6. helyét jelentette. A kisiskolák között a gyulaházi Kozma Pál általános iskola 4., a középiskolák között a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium az 5. helyen végzett. Büszkén gondol ezekre a pillanatokra vissza az ember, amikor így évvégén számot vett, hiszen valóban amellett, hogy a területi megyei döntőkön tényleg remekül szerepelnek a diákok, emellett az országos döntőkön is bizonyítják azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igen is teremnek rátermet és kiváló sportolók, akik nem mellestek sokszor jó tanulók, és ezt éppen a legutóbbi gálán díjaztuk is. Az országos döntőkben nagyon komoly eredményeket sikerült elérni, hiszen a 16 aranyérem mellett 19 ezüst és 12 bronzérmet hoztak haza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerekek a különböző országos döntőkről. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly teljesítmény, és úgy gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy itt azért, amellett, hogy a szakmai munka szerintem egész komoly szinten folyik megyei szinten, amellett azért valóban megvan az az alapanyag, amelyből lehet táplálkozni, amelyre lehet építeni, és reméljük, hogy majd a diák sportolóinkat majd későbbiekben viszont látjuk akár olimpiai versenyeken, vagy egyéb világversenyeken is. A diák olimpiai döntőkben nem csak a dicsőségért és az érmekért versengenek a fiatalok. A diák olimpiát, mint tehetséggondozó országos versenyrendszert a jövő évtől, ettől az évtől kezdődően az Emberi Erőforrások Miniszterével közösen hirdeti meg a Magyar Diáksport Szövetség. Ne feledkezzünk meg róla, hogy többletpontokat jelentenek a diák olimpiai helyezések, 1-3 helyezés a felsőoktatási felvételi eljárás során. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület az idei évben is több együttműködési megállapodást írt alá, ezzel is bővítve lehetőségeit. A 2016-os év az együttműködések kibővítésének az éve volt, hiszen jó pár együttműködési megállapodást sikerült aláírni. A sort, azt még a korábbi években elkezdtük, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal egy olyan együttműködést hoztunk tető alá, amely ezért biztosítja azoknak a testnevelőknek és az elismerését, akik valóban nagyon sokat tesznek a diáksport életért. Szeptemberben több testnevelő kapott ennek az együttműködés, ezen együttműködés keretein belül elismerést, és ez folytatódott aztán a Csei TV, Magyar Diáksport Szövetség és Megyei Diáksport Egyesület között aláírt 3 oldalú megállapodással, és 2016-ban pedig folytattuk az együttműködéseknek a megkötését, hiszen a Nyíregyháza megyei jogú várossal sikerült tető aláhozni együttműködést, aztán a Nyíregyháza Egyetemmel, mint tudáscentrummal, amelyet úgy gondoltunk, hogy ez egy külön fejezet az együttműködések aláírásában, hiszen valóban amellett, hogy a szakmai munkát is tudja támogatni, amellett azért azt a bázist is tudja segíteni, amely reméljünk, hogy a jövőben majd segíti a diáksport életet. Az idei évben 7 országos elődöntőnek adott otthont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Jövőre még rangosabb versenyek is lesznek a megyében. 2017. februárjában az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét, március végén, április elején pedig az amatőr kézilabdázók országos döntőjét rendezik meg Nyíregyházán.